Lejátszották az alapszakasz utolsó körét a női extraligában, a nyíregyháziak a 14. fordulóban 3-0-ra verték a DVTK-t. Németh Szabolcs együttese így 9 győzelemmel és 5 vereséggel a 4. helyen fejezte be a bajnokság első szakaszát. Az élen a veretlenségét az utolsó fordulóban elveszítő Békés Csaba végzett a Vasas és a Szent Benedek Akadémia előtt. A nyíregyháziak vezetőedzője bízik a jobb folytatásban. A kitűzött célok, amit a bajnokság előtt kitűztünk, annak értelem szerint még nincs vége, tehát az alapszakasz vége után elfoglalt 4. hely az persze nem egy kimagasló eredmény, főleg tőlünk, főleg ettől a csapattól. Ezen szeretnénk változtatni a bajnokság hátralévő szakaszában. Hál' Istennek egy olyan rendszerben játszunk, hogy most magunkra nézve, ami jó, hogy a playoffba teljesen tudjuk annulálni lényegében ezt az elmúlt nehéz időszakot, hullámzó teljesítményt. Szeretnénk már most szombaton egy olyan rajtot venni, egy olyan játékkal előrukkolni, ami reálisan fog nekünk egy olyan képet adni, hogy nyugodtan tudjunk belemenni, nyugodtan, de annál nagyobb erővel tudunk majd belemenni a playoffba. Szombaton Érden rendezik a Magyar Kupa döntőt. Az aranyérem sorsa a Vasas Szent Benedek Akadémia mérkőzésen dől el. A címvédő Fátum Nyíregyháza a bronzmeccsen a Békés Csaba ellen lép pályára. Békés Csaba Nyíregyháza mindig egy presztíz mérkőzés, mindig nagy betűkkel beszélnek róla, hiszen az elmúlt években mindig hatalmas nagy derbiket, hatalmas mérkőzéseket láthatott a publikum és minden röplabdát szerető. Ez volt a tavalyi döntő, idén ez a bronzmeccs. Nagyon-nagyon motiváltak vagyunk, még egyszer mondom, pontosan azért is, mert nem szeretnénk ezt a frontot se érem nélkül hagyni. Meg én hiszem, hogy ez a mérkőzés adhat egy akkora energiát, akkora erőt a továbbiakra, hogy ugye ebben a szezonban még a Békés Csabát nem tudtuk legyőzni, egy nagyon jó, stabil csapat, egy nagyon stabil alapszakasz van mögöttük. Én hiszem, hogy a játékosokon ez áttörheti azokat a görcsös gátakat, amik ugye jellemezett sajnos minket ugye az elmúlt időszakban. Én nagyon bizakodó vagyok, a lányok nagyon keményen és motiváltan dolgozták végig ezt a 2 hetet, ugye, ami volt erre a mérkőzésre. Én nagyon nagy reményekkel megyek Érdre hétvégén. A bajnokságban a legjobb 4 közé jutásért a Kaposvárral játszik a Nyíregyháza. A 3 nyert mérkőzésig tartó párharc március 18-án kezdődik a Continental Arénában.